A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit ebben az új esztendőben. Vendégem pedig Szilárdi Dezső. Ég és föld között repülni fogunk. Az Albatrosz Repülő Egyesület képviseletében tisztelettel köszöntelek. Nos, hát az elmúlt esztendő, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos év volt mindenféle szempontból, átvészeltük valamilyen oldalról. Nyilván nem ért véget még a gazdasági recesszió, a válság, az ukrán-orosz háború sem. Ugyanakkor végre már nem online világban éltük meg a 2022-es évet. Hát beszéljünk arról, hogy mi minden történt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a repülés története rendkívül fontos Fehérváron. Székesfehérvár nem csak a sport, a kultúra, a gazdaságváros, hanem a repülés városa is. Ennek tükrében ugye tudjuk, hogy az Albatrosz Repülő Egyesület fogja össze azokat a klubokat, az ejtőernyős, modellező, sárkányrepülő, siklóernyő, reksasok és a vitorlázókat, akik nagyon sokat tesznek ezért, hogy erre mindig tudjunk emlékezni. Milyen esztendőt zártatok? Menjünk az elejére, hiszen én azt gondolom, hogy a repülőtér építése az egyik legfontosabb projekt Székesfehérvár történetében, mármint a repülős történetében mindenképpen. Valóban így van. Szerintem egy ilyen légiközlekedési desztináció, ami Fehérvár vonzáskörzetét is kiszolgálhatja, az egy nagyon nagy előrelépés lehet Székesfehérvár történetében, beleértve azt a gazdasági fejlődést, aminek az egyik motorja lehet a repülőtér. Jelen pillanatban a tervezési szakasz folyik ehhez. Mi, mint egyesület, természetesen minden támogatást megadunk, és részt is vettünk a különböző repülőtér műszaki paramétereivel kapcsolatos megvalósításnak a kidolgozásában. Most ott tart a fejlesztés, hogy egy közbeszerzés kerül kiírásra, amelyben a kiviteli és engedélyezési tervek fognak elkészülni. Ez természetesen Székesfehérvár város önkormányzatának a kompetenciája, de bármely fázisban szívesen állunk rendelkezésre, hogyha a szakmai tapasztalatunk ezt megkívánja. Az év az nem volt egy könnyű év a sportrepülésben, hiszen mindig arról beszélünk általában, hogy milyen sportolók, milyen szakágak működnek, mennyi fiatallal foglalkozunk, mennyi fiatal tudunk bevonzani a repülésbe, hiszen ez nem csak egy város, egy megye, hanem egy országos probléma is, nagyon kevés a pilóta. A honvédség is ezzel a problémával küzd. Tehát valamilyen módon vissza kell hozni a rendszerbe egy kicsit azokat a plusz dolgokat, amiket egykor az MHS keretén belül végeztek, politikai ideológiát kizárva, a szakmát pedig előtérbe tolva. Merítenünk kell a fiatalok közül, mert nagyon kevés az alkalmas fiatal arra, hogy egy repülőpályát, főleg egy magasívű katonai vagy polgári repülőpályát befusson. Igen, hát repülni ünnep. Ez még ma is így van, és nyilvánvaló, hogy egy fiatal számára is ünnep kell, hogy legyen, de ezért a hétköznapokon kell tenni. És ebben óriási szerepe van a repülőegyesületnek. És nem csak nekünk, hanem az országban nagyon sok repülőegyesületnek, akinek ezeket a fiatalokat már 10 éves korban ki kellene válogatni ahhoz, hogy majd aztán egy felsőbb képzés keretében hasznos pilótái lehessenek a magyar honvédségnek, vagy a polgári repülésnek. De ne felejtsük el, ha ez a oktatói vonal, ez a képzési vonal megszakad, akkor nem lesz nekünk mentőhelikopterese pilótánk. Komoly gondot fog ez jelenteni, más országok már szembesültek ezekkel a problémákkal.
Tehát itt ezt a rendszert újra kell építeni országos szinten. Honvédelmi Sportszövetségben vannak erre jó irányok, hiszen most már több éve honvéd kadéttábort tervezünk, és ott a fiatalok között bizony találtunk nem egy, nem kettő tehetséges fiatalt, aki ma is az Egyesületben tanulja a repülés fortéjait, és majd amikor eljön az a pillanat, akkor természetesen az egyetemi szintű képzésben egy honvéd pilóta képzés, vagy egy állami légijármű pilóta képzésben majd tovább tud menni. Azt látjuk, ha 10 éves korban nem tudjuk behozni a fiatalokat a képzésbe, ez már 18-20 éves korban nem igen megy. Tehát itt van még affinitás, van még elkötelezettség, és az a fiatal, aki ennyi munkaórát beletesz, hogy kint van a repülőtéren, tanulja az aviatika tudományát, aztán beleül a repülőgépbe, tudja, élvezi a repülést, az valószínű, hogy ezen a pályán tovább tud menni. Az, hogy 20 éves fiatalokat egyetemen képzünk, és második év után kiderül, hogy hát ő nem erre gondolt, és ott hagyja a pályát, ez szerintem egy zsákutca. Ezt abba kell hagyni, és ezt a fajta képzést kell országos szinten elindítani, és amit ebben, az előbbiekben mondtam. Ebben együtt gondolkodtok egyébként a többi repülőegyesülettel, illetve az államképviselőivel? Szerintem mindenhol van erre fogadó képesség, de a feltételeket meg kell teremteni. Az egyesületek az elmúlt 15-20 évben fokozatosan leépültek technikában, humán erőforrásban. Az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még vannak oktatók, vannak olyanok, akik hajlandók képezni a fiatalokat, de legalább annyi támogatást minden repülő sportrepülőtérnek és repülőegyesületnek kapnia kell, hogy legalább üzemeltesse ezeket a technikákat. Mi is az egyesületen belül, amióta megalakult a sportegyesület, minden tagunk ingyen végzi a munkát. Egyetlen fillér bérkifizetés nem volt az egyesületben, de még egyéb juttatás sem. Tehát saját hozzáadott értékkel jutottunk el oda, ahová. De azért egy kicsit tanfolyamszerű, nagyobb volumenű képzést már támogatás nélkül nem lehet megvalósítani. Ez nyilvánvaló, hiszen 1989-ben alakult meg ugye a repülőegyesület, és a rendszerváltás ide óta nagyon sok minden történt. Én azt gondolom, hogy azt gondoltuk, hogy ég és föld között fogunk szárnyalni, és akkor egyre inkább nem így van. Milyen a kapcsolat az egyesületnek az önkormányzattal, hiszen ez kiemelten fontos kérdés. Kérdezem ezt azért, hiszen az elmúlt időszakban, és nem csak a repülőtér építése kapcsán, számtalan olyan beruházást kellett megvalósítani, ami azért komfortosabbá teszi Börgöndöt. Hát a régmúltban volt olyan időszak, amikor nagyon meg kellett szenvedni az önkormányzat akkori vezetőivel. Én azt gondolom, hogy ez már egy kiváló együttműködés, hiszen van egyfajta stratégiai megállapodásunk is az önkormányzattal a repülőtér vonatkozásában. A repülőnapokat ma nem tudnánk megtartani, hogyha önkormányzati támogatást nem kapnánk. De minden egyéb más olyan jogi hátterű problémában is számíthatunk a polgármester úrra, az önkormányzati képviselőkre, ami előre viszi a repülőtérnek a sportvonalú fejlesztését. Így tudtuk megépíteni például ezt az új hangárépületet is, illetve tervben van még egy ugyanilyen épület, és amire volt ígérvényünk, hogy kapunk a várostól arra támogatást, hogy egy közösségi épületet megépítsünk. A probléma az, hogy a repülőtér fejlesztése ugye egy állami, illetve önkormányzati projekt, a sport oldalát viszont az egyesület viszi a hátán. És ebbe beletartozik az is, hogy amiről nem szoktunk beszélni, hogy 1995 óta üzemeltetjük ezt a repülőteret mindenféle támogatás nélkül. Közben ez egy ICAO kategóriájú repülőtérré emelkedett, tehát a világon bárhol, ha beírják a keresőbe a pilóták, hogy LHBD, akkor az pontosan Börgöndöt fogja megnevezni. Viszont ezekkel a kategória növekedésekkel egy csomó jogszabályi kötelezettség is hárult az egyesületre, ami mögött nagyon komoly
pénzügyi szükséglet is van, aminek meg kell felelni. És úgy repülőteret üzemeltetni, hogy egyébként meg az infrastruktúra szinte nulla, tehát az elektromos áramon, egy korlátozott elektromos áramon kívül szinte semmi más nincs a területen, úgy nagyon nehéz. Tehát egy repülőteret, azt a mennyiségű hektárt karbantartani, üzemeltetni, az nagyon sok forintba kerül, de ha nincsen bevételi oldal, tehát nem tudunk pilótákat fogadni, nem tudunk egy kávét elfogyasztani a repülőtéren, vagy egy ebédet. Ez apróságnak tehát nincsen tűnik, de szolgáltatás. Még ha elmegyünk más repülőterekre, akár a nyugati ország részbe, akár az ország középső részekre, ezek az infrastruktúrák minden a rendelkezésre állnak. Vannak arra tervek, víziók, hogy ez a közeljövőben megváltozzék? Azért nem kérdezem pontosan az időpontot, mert ezt nem tudhatjuk nyilván. Amikor bizonyosan megvalósulnak azok az álmok, amelyeket ti már megálmodtatok, és tervekkel is rendelkeztek, nem titok. Mi összeállítottunk egy fejlesztési anyagot, ezt letettük a város asztalára. Ott biztató jeleket kaptunk arra, hogy ebből valamilyen szinten egy támogatás révén ezek az ezek a közösségi terek, ami magába foglal esetleg egy kávézót, oktatóhelyet, éttermet, szállás lehetőséget a táborok lebonyolítása kapcsán, vagy nagy nemzetközi rendezvények, hiszen megkerestek bennünket vitorlázó motoros repülőmű repülés Európa és világbajnokságok megrendezésére. Kiváló a repülőtér adottsága, de ezt infrastruktúra nélkül nem lehet megvalósítani. Igen, hát én magam is tapasztalom, hiszen Börgöndön voltam katona a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, hogy hát igen, lepusztult a környezet. Függetlenül attól, hogy maga a repülőtér természetesen a szakmai gondoskodásnak köszönhetően remek állapotban van, hiszen az összehasonlíthatatlanul jobb. Tehát látsz arra reményt, hogy a közeljövőben ez változik. Nyilvánvaló, hogy most ez a gazdasági válság nem segít ebben, de én magam is bízom benne. Egy kicsit foglalkozzunk a repülés történeti, a hangár nagyon sokat segített abban is, hogy a repülés történeti emlékek megőrzése az jó úton haladjon. Igen, a repülő napra kilátogatók már az új hangárban tekintették meg azokat a projekteket, amiket az Egyesület visz. Ezek között a MiG-15-ösnek a felújítása, vagy egy Kamov helikopternek a repülőképessé történő felújítása mellett ugye ott van az alapprojekt, a Nemere is, ami 1000 akadályba ütközik menet közben, de le fogjuk győzni mindegyiket, és most pont egy olyan időszak fog elindulni, amikor nagyon intenzív lesz a repülőgépnek a fejlesztése, építése. A vasalkatrészekkel voltunk egy kicsit megállva, mert nagyon kevés a jogosult gyártó, aki ezeket le tudja nekünk gyártani, de úgy néz ki, hogy most már itt is zöld utat kapunk. Ezek mind olyan repülőgépek a 15-ös kivételével, ami valamilyen módon kötődik a repülőtér múltjához. Tehát mind a Kamov, mind ugye Nemere Székesfehérváron épült a Sóstói repülőtéren. Ezek olyan repülőgépek, amiket meg kell őrizni a jövő számára. Ez így van, kiemelten fontos. Tehát én még a Kamovokra emlékszem, tehát még a katonakorszakomból nyilván, mikor nyűgözőként kellett dolgoznunk, de azt hiszem, hogy ez mind fontos, hanem erre pedig egy legendát, azt már megállapítottuk számtalan. Beszéljünk egy kicsit a szakosztályokról, hiszen nagyon fontos, hogy miként tudnak működni. Ejtőernyősök. Ugye egy esik szó Pacol Feri bácsiról, aki már nincs köztünk, elvesztettük, gyászoljuk. Viszont vannak-e fiatal ejtőernyősök? Hogy működik a történet? Igen, szerencsére vannak. De hát itt is tudni kell, hogy ezeket a sportokat támogatás nélkül mindenki saját maga finanszírozza. Úgyhogy aki meg tudja spórolni esetleg a cigaretta pénzét, vagy esetleg a hétvégi szórakozás pénzét, az természetesen itt is előre tud lépni.
ejtőernyősökben is vannak fiatalok, akik jelentkeznek. De a legnagyobb érdeklődés talán a vitorlázó repülőképzésre van, mint alapképzés. Itt nagyon sok a fiatal, ez köszönhető egyrészt a nyári kadéttáboroknak is, és talán annak is, hogy ezeknek a híreknek a megjelenése azért más fiatalokat is inspirált. Minden olyan iskolával, akik a Honvéd programban részt vesznek, felvettük a kapcsolatot, és a tanárok is hajlandók az osztályokat, fiatalokat, az arra alkalmas fiatalokat kihozni a repülőtérre, éppen egy ilyen múzeumlátogatás kapcsán, ahol megismerkedhetnek a régmúlt technikákkal, az új repülőgépekkel, és itt egyfajta kedvet kapnak ahhoz is, hogy hát talán nem is olyan elérhetetlen vágy az, hogy valaki megtanulja repülni. Hát gondolom a modellezés az eddig is népszerű volt, és a sárkányrepülés nem különben, de ahhoz ugyanolyan technikai beruházás szükséges. Így van, a modellezés sem egy olcsó történet. Kicsit megváltozott a világ. Amíg régen a modellezők több száz munkaórát belefektettek egy kis modellnek az elkészítésébe, fa munka, vászon munka, addig ma már sokszor kitben kapják meg ezeket a repülőgépeket, és úgy állítják össze maguknak. A sárkányrepülés az nálunk az elmúlt időszakban, bár most egy pozitív fordulat van benne, mert vannak jelentkezők, és a képzés is folyik, de egy kicsit háttérbe szorult. Annak köszönhetően, hogy talán az időjárási viszonyok közül szűkebb palettában lehet használni a sárkányrepülőket, mint egyébként más repülőeszközöket. Öregsasok köztünk vannak. Igen, nekik sokat köszönhetünk a múlt ápolásában is, azokban az előadásokban, amelyeket évközben rendeznek, meghívnak olyan repülésben ismert személyeket, akik feltárják a múltat, és sokszor olyan szeleteit is, amelyekről nem igen szoktunk hallani. Jó, hát a siklóernyősökről pedig részben már beszéltünk. Egy kicsit a esség szó, bevált-e az az együttműködés, amelyet az Óbudai Egyetemmel kötöttetek, hiszen a drón technológiáról volt szó, és azt hiszem, hogy az a képzés, ez kiemelten fontos, tipikusan 21. századi történet. Igen, ez az Óbudai Egyetemnek egy pályázati projektje lenne. Nincs információnk róla, hogy ez milyen stádiumban van. Egy több milliárdos pályázatról van szó, melynek a gyakorlati képzőhelye lett volna a Börgöndi repülőtér. Hát itt a háború kitörését követően azért a gazdasági helyzet nagy mértékben megváltozott. Tehát igazán nem tudom megmondani, hogy ez milyen stádiumban van. Mi készek vagyunk rá, hogy a repülőtér vonatkozásában itt együttműködjünk. Igen, a háborúról esett szó, ez a gazdasági válság, infláció, recesszió, az milyen terhet ró az Albatrosz Repülőegyesületre? Nagyon nagyot, és egyelőre még nem is látjuk a működési feltételeket, miként fogjuk tudni megvalósítani, hiszen mi nem lakossági ártarifával kapjuk a villanyt, és az a gázolaj, amit beletankolunk a traktorban, az sem mezőgazdasági áron jön, hanem piaci áron jön. Így azt kell mondjam, hogy megsokszorozódott az a teher, amit költségvetési oldalon kell tudnunk biztosítani. Hát itt azok a pénzek jöhetnek szóba, amiket az Egyesület az év folyamán a működése során be tud hozni a rendszerbe. Milyen jövőképe van az Egyesületnek, miként látod? Nyilvánvaló a háború előbb-utóbb véget ér, és akkor visszatér a kerékvágásba, de nyilván nem rövid idő alatt. Felkészültetek arra, hogy folytatódik ez a válsághelyzet? A repülőteret üzemeltetni kell, a fiatalokat oktatni kell, tehát valamilyen formában biztos, hogy meg fogjuk tudni valósítani ezeket a célokat, hiszen az nem lehet megoldás, hogy egy repülő ember a kihívásoknak ne álljon elébe. Még nem minden szegletét látjuk a költség oldalon. Újabb támogatókat be kell hozni valószínű a rendszerbe, mert a repülőtér üzemeltetése nem csak az Egyesületnek az érdeke, hanem Székesfehérvár érdeke is. A csapatod egytől egyig melletted áll, nincs kétségem felőle.
Én azt gondolom, hogy abból állunk legjobban a humán erőforrásból az Egyesület oldalán, hiszen bármilyen munkáról van szó, bármilyen feladatról van szó, azonnal ott vannak az önkéntesek. Azért nagyon sok órát kell ülni ahhoz a kaszállógépen, nagyon sok munkaórát kell ráfordítani a pályajelek karbantartásán, festésén, és ezek mind ilyen milliós nagyságrendű tényezők, amiknek a feltételeit meg kell teremtenünk. Mit kívánjak a repüléstársadalomnak itt Székesfehérváron? Szerintem azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az egész országnak békét. Ha béke van, akkor szerintem minden nehézségen túl lehet lendülni, még ha ez pillanatnyilag megoldhatatlannak tűnik is. Ha egy békés országban lehet nehéz körülmények között munkát végezni, az mindenek felett átlendít bennünket ezeken a nehézségeken. A többit pedig majd valahogy megoldjuk. Voltak már nehezebb idők is, nem riadunk meg a 2023-as évtől sem. Hiszen a repülőnap fantasztikus volt, én azt gondolom, hogy ez egy méltó folytatása mindannak a repülés történetben megszokott történésnek, amit Székesfehérváron alapvetés, és hát nyilván ott leszünk, és a történésekről pedig mi magunk is beszámolunk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és akkor szép 2023-at kívánok, mi mást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Sziládi Dezső volt, az Albatros Repülőegyesület elnöke. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.